Nos, mindenkit sok szeretettel üdvözlök, aki az online tanítás segítség egy tanár élményei a virtuális térben című előadásra érkezett. Remélem, hogy ezután a kis technikai malőr után, amivel szembe kellett néznem, hogy visszhangozva hallom magamat, ettől függetlenül meg fogjuk tudni csinálni, mármint, hogy én. Ezek többek között azok a dolgok, amelyek miatt kicsit a segítség szót belegondoltam ebbe az előadásba. Remélem, hogy másnak nem ennyire szörnyű, ahogy hallatszik az egész. Nos, tehát mindenkit sok szeretettel üdvözlök, és engedjétek meg, hogy tegezzek mindenkit. Kollégák vagyunk, remélem, illetve azt is remélem, hogy egy hullámhosszon mozgunk, és mindnyájunkat érdekel az online tanítás. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Pályer Krisztinának hívnak. 12 éve dolgozom az EPAM-nál, ami hihetetlenül hosszú idő. Néha, amikor visszatekintek, én magam sem tudom elhinni, hogy már 12 éve dolgozom itt. Angol tanárként kezdtem. Aztán a facilitátorságba is belekóstoltam kicsit, és elkezdtem tréningeket is tartani egy idő után, magyarul, aztán angolul. Aztán egyszer csak hirtelen online trénerré avanzsáltam, nagyon hirtelen tulajdonképpen ennek az évnek a márciusában, és ezért online tanulóvá is kellett válnom, és online tananyagfejlesztővé, és online, illetve valamilyen módon általános önfejlesztővé kellett válnom. Azért is próbálom kihangsúlyozni azt, hogy online, mert tulajdonképpen számomra ez teljesen ismeretlen terep volt eddig, az online oktatás, olyan értelemben, hogy angol órákat tartottam már online, de nem ugyanezekkel az eszközökkel, amelyekkel később el kellett kezdenem dolgozni. És tréningek tartása számomra teljesen új volt, amikor el kellett kezdenem áttérni erre a módszertanra. Szeretném a mai találkozónkat egy beszélgetésként definiálni, és nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül egy kicsit bevonni mindenkit, ugyanis főleg ez lesz a fókuszban. Azt szeretném elérni, hogy valamilyen módon átéljétek azt, hogy milyen, amikor a túloldalon vagytok, hogy ebből tudjatok tanulni, ebből el tudjatok vinni valamit a saját online óráitok számára, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy nem fognak visszajönni azok az idők, illetve nem fognak elterjedni azok az eszközök, amikor online térben kellett dolgoznotok nektek is. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy nyissatok meg egy új ablakot a gépeteken, írjátok be a keresőbe, hogy menti.com, bocsánat, menti.com. Már most elnézést kérek, ha véletlenül angolra váltanék, nem direkt csinálom, csak angolul dolgozom. És ezt a kódot fogja majd kérni ehhez a beszélgetéshez való csatlakozáshoz. 2763582. És azt szeretném kérni tőletek, hogy küldjetek egy lájkot, hogyha bent vagytok a mentiben, hogy lássam, hogy milyen tömegekre számíthatok. Lehet, hogy sokan lesztek, lehet, hogy nagyon-nagyon sokan, de az is lehet, hogy csak néhányan. Számomra az is fontos lenne, hogyha már akár 5-6 kollégával tudnék együtt gondolkodni és beszélgetni. Tudom, furcsa ezt a szót használni így, hogy én ülök itt egy pici képernyő, icipici kis sarkában valahol, és beszélgetéseket kezdeményezek, válaszolgatok, kommentálok, de tulajdonképpen ez az, amit napi szinten át kell élnem. Arról majd fogok is beszélni, hogy úgy nagyjából milyen nehézségekkel kell szembenéznem, de például ez egy óriási nehézség volt a korábbiakhoz képest, amikor az osztályteremből, ahol ott álltam,
Láttam pontosan, hány résztvevő van, ki az, aki figyel, ki az, aki mással foglalkozik, ki az, aki elbambult, ki az, aki jó állapotban van. Egyszer csak ott találtam magamat egy olyan közegben, ahol magamat látom a képernyőn. Magammal beszélgetek, és sehol senki. Nézem a saját megosztott képernyőmet, és nem tudom pontosan, hogy ki az, aki a háttérben mozog, és valamit is csinál. Nos, legalább öten vagytok. Ez nagyon jó hír, mert ennyi kollégával már kiválóan el lehet beszélgetni azokról a nehézségekről, amelyek tulajdonképpen elmozdítottak minket egy másik irányba. Szeretném megkérdezni, hogy érzitek magatokat itt és most? Ezzel a kis 10-12 perces késéssel, amit sajnálatos módon nem tudom miért ez a laptop okozott nekem, amelyen próbálok kapcsolatba lépni veletek. Most már jól! Nagyon jó! Én is már alig várom, hogy eljussunk arra a pontra, amikor tudom élvezni azt, hogy körülbelül egy perces, másfél perces késéssel saját magamat hallom. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Fáradtan! Ó! Szerintem le is veszem a fejhallgatót, mert jobb ezt így hallani. Remélem, hogy nem változott a hangminősége. Pillanat. Jó, nagyszerű. Nagyon jó, hogy kíváncsi résztvevők is vannak. Oké, magamat egy picit odébb teszem most, hogy lássam, hányan reagáltok. És jól, szuperül, rendben. Aki fáradt, annak remélem, hogy tudunk elég energiát küldeni. Akár már azzal, hogy egy kicsit felgyorsítom a tempót, vagy azzal a lelkesedéssel, amellyel a kollégák fognak majd válaszolni. Most jól vagytok, most minden rendben van, legalábbis sokatok számára. Nézzük meg akkor, ha egy kicsit visszamegyünk az időben, akkor hogy alakulnak a dolgok. Nekem a március 13-a péntek este, nem is tudom, hogy pontosan 9 óra vagy 10 óra volt az az időpont, amikor megtudtam, hogy hétfőtől kezdve a kislányom nem megy óvodába, és a 8-as fiam nem fog iskolába menni, hanem itt fognak velünk együtt itthonról tanulni online. Érdekes élmény volt, azt hiszem, azt a napot soha nem fogom elfelejteni. Majd kíváncsi vagyok rá, hogy mit mondotok ti, hogy éreztétek magatokat, mert azt gondolom, hogy nem én voltam az egyetlen, akinek néhány gondolat, néhány kósza gondolat még átfutott az agyán, azon kívül, hogy egyébként örültem, hogy a gyerekekkel együtt lehetünk, és végre közös programokat is tudunk csinálni, együtt reggelizünk, nem kell végre reggel 40 percet azzal töltenünk, hogy eljuttassuk a kislányomat az óvodába, és tulajdonképpen a nagyfiamnak is egy csomó idő megmaradt, amit az utazással töltött eddig. De egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez egy abszolút pozitív időszak volt mindenki számára. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy éreztétek magatokat. Ezek ilyen rövid összefoglaló szavak lesznek, remélem. Akár kettő. Aha, megrémülve? Aha, megrémülve. Volt ilyen nálunk is. Remélem, hogy más érzések is kavarogtak azért bennetek. Aha, kissé feszülten. Akkor is kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Igen, ez egy nagyon pozitív hozzáállás, és igazából abba az irányba visz minket, amiben szeretném ezt az egész kezdeményezést, illetve magát a prezentációt terelni, hogy tulajdonképpen minden egyes pillanatban, amikor valami új ér minket, amikor elindulunk egy valamilyen irányba, lehet, hogy ez jó dolgokat fog majd hozni számunkra.
az ismeretlenben tapogatózva, bizony-bizony, volt nálunk is ilyen, és eljött az én időm a digitális oktatásban. Ez is egy csodálatos élmény, amikor eljutunk arra a gondolatra, hogy tulajdonképpen, ami eddig kezdeményezésként már amúgy is megvolt bennünk, szerettünk volna elmozdulni, szerettük volna, ha a kollégák is jönnek velünk, ezekre a feltérképezetlen, rendszerezetlen, néha fura területekre, hogy végre az ő számukra is elérhető lesz, és ők is bele tudnak majd kóstolni. Kíváncsi voltam, hogy teljesítünk. Igen, én magam is így voltam ezzel. Ez egy érdekes történet. Az volt még az érdekes benne, hogy hasonlóan éreztem, mint ti, vegyes érzelmek. Először így. Ezt a kislányom rajzával próbálom illusztrálni, aki nagyon boldogan lerajzolta, hogy a család együtt van, mindnyájan, boldogan, együtt, és tényleg egész nap együtt, reggeltől estig, de úgy, hogy kimenni is nagyon ritkán mertünk. És az első hétvége jól is telt tervezgetéssel, aztán eljött a hétfő. Akkor már úgy körülbelül így éreztem magamat, főleg azért, mert hogy a napi rendünk hiába találtam ki én nagyon jól, hogy majd hogy fog működni, nem teljesen úgy működött, ahogy elképzeltem, mert hogy a többieknek a hozzájárulása is kellett volna ehhez, illetve a többiek is kellett volna, hogy egy kicsit lelkesedjenek az ötleteimért, hogy hogyan fogom tudni én ezt megreformálni. De ettől függetlenül, néhány hét alatt, amikor ugye lépésről lépésre megtudtunk pár dolgot, azért úgy nagyjából rendeződtek a dolgok. Azt azért viszont szeretném elmesélni, hogy az otthonról kell dolgozni, és itt van a kis irodám az egyik szobánk sarkában, az még azzal járt, hogy egyébként át kell írni az összes tréninget online formátumra, lehetőleg minél hamarabb, sőt, kell újakat is fejleszteni a megváltozott igényekre, hogy minél hamarabb segítséget tudjunk nyújtani azoknak, akik az online térbe vannak most kényszerítve, hogy ott dolgozzanak. És olyan online eszközökkel kell mindezeket végrehajtanunk, amelyeket még soha életemben nem használtam. Volt pár pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ez nekem nem fog menni. Aztán megfogalmazódott bennem a kérdés, lehet másokat is meg kellene kérdezni, hogy tudjam, hogy csak én vagyok-e ilyen borzalmas helyzetben, és azt gondolom, hogy hasonló kihívásokkal nézhettünk szembe, de lehet, hogy nektek volt még ennek tetejében más is. Ti milyen kihívásokkal kellett, hogy szembenézzetek? Nagyon kíváncsian várom. A kollégák támogatása, igen. Ha valaki értett ezekhez a digitális eszközökhöz, akkor nálunk is mentorálással próbáltuk egymást segíteni. Én magam is egy mentorálásban vettem részt, egy több mint egy hónapos mentorálási programban, ahol az eszközöket meg tudtuk ismerni. Ez óriási erőfeszítést jelentett egyébként a mentorok részéről is. Ott ugyanis volt egy összeállított tananyag, és eredetileg nem biztos, hogy akkora tömegek mentorálására találták ki a programot, mint amennyivel végül dolgozni kellett. Tényleg hősiesek voltak azok a kollégáink, akik digitális oktatásban már egy kicsit jobban benne voltak, és mindent megtettek annak érdekében, hogy zökkenőmentesen át tudjunk állni az új eszközök használatára. Igen, és ott van a másik oldal, a napi 6 óra tanulás a lányommal, és az elszigetelődés. Ezek hihetetlenül nehéz, tehát érzelmileg is nagyon nehéz dolgok, és abszolút egyet tudok érteni, és együtt tudok érezni vele. Főleg akkor, hogyha valakinek olyan életkorú gyermeke jár oktatásba, aki önmaga a gépeket, illetve a programokat nem feltétlenül tudja egyedül használni. Hiszen az otthonról dolgozás, az otthonról, a home office-ból bejelentkezés az nem azt jelenti, hogy félre tudok tenni még néhány órát arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzak,
Ez óriási kihívást jelentett, hogy a 8 óra munkát mi is meg tudjuk oldani úgy, hogy mellette még a gyerekek is segítségre szorultak időnként. Illetve az újonnan tanult eszközök használata először nehezebben ment. Igen, az újonnan tanult eszközök, ha valaki megmutatja, az még nem azt jelenti, hogy én ezt tudom használni. És az, hogy én a saját személyiségemmel, a saját eddigi módszertanommal hogyan tudom ezt összhangba hozni, az egy még komolyabb kihívást jelenthet. Nagyon fontosnak tartom azt is figyelembe venni, hogy alapvetően a tanítás a tantermi környezetben nagyon-nagyon erősen nem különbözik az online környezettől, viszont óriási erőfeszítéseket igényel, ameddig az ember nem jön rá, hogy hogyan kell azokat az eszközöket használni. Természetesen, ahogy itt írta valaki még, az időbeosztása, az elfáradásnak a kiküszöbölése, az is nagyon fontos. Hiszen, hogyha több teher hárul az emberre, és legyünk őszinték, ameddig nem vagyok biztos egy eszközben, az eszköz használatában, az új formátumokban, még magamnak is fejleszteni kell a tananyagot, nem tudom pontosan, hogy hol lehetne időt és energiát spórolni, addig akár 3, 4, 5 vagy akár 10-szeres erőfeszítésbe is kerül egy-egy órára való felkészülés, vagy egy tananyag megtanítása, illetve a konzultációk, majd a számon kérés és az értékelések kiadása. Tehát ezek óriási erőfeszítést igényelnek, és hogy emellett valaki ne égjen ki, az majd, hogy nem a csodával határos. Úgyhogy abszolút együtt érzek veletek, pont ugyanebben a cipőben jártam. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy nagyon sokat tanultunk ebből, de elképesztően elfáradtam. Tehát pont jól is jött ez a nyári szünet, hogy egy kicsit regenerálódni tudjunk, és a jövőbe tudjunk tekinteni. És jobban fel tudjunk készülni arra, ami ránk vár az eddigi tapasztalatok alapján. Nagyjából helyreállt a világrendje néhány hónap alatt, sok küzdelem árán, miután jó néhány tanfolyamot átírtunk, de még mindig maradt nagyon-nagyon sok olyan kérdés, ami úgy érzem, hogy mindenki számára ott maradt. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy e tekintetben különbözhet a közoktatás egy bármilyen más korosztály, például a felnőttek tanításától, amelyben én vagyok érdekelt. Továbbra is megmaradtak számomra olyan kérdések, és erre szeretném igazából kihegyezni az egész prezentációt, hogy hogyan tudnám elérni, hogy kapcsolódni tudjak a résztvevőkhöz, ami magától értetődőnek tűnik egy tantermi környezetben, ahol mosolyog az ember, odahajol, oda megy, úgy megy oda, úgy áll, úgy kezeli a tereket, hogy az egyértelművé teszi mindkét fél számára, hogy itt mi is történik. Akár a magyarázatok adásában is, illetve a magyarázatok megértésében is hihetetlen különbségek lehetnek. Aztán még az is érdekes volt számomra, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogy egymásra tudjunk hangolódni. Nagyon nem mindegy, hogy együtt gondolkodunk, vagy én előadom a gondolataimat, és vagy van befogadó a túloldalon, vagy nincsen. Fontosnak tartom ugyanis, hogy ha már egyszer rászánjuk az időt, amikor ott vagyunk, akkor mindenképpen vigyen el valamit magával a diákom. Sokáig tanítottam angolt, tehát ilyen értelemben a tantermi környezet számomra is adott volt, és azt gondolom, hogy ha az ott eltöltött idő az nem eléggé jól összehangolt hangulatilag, nem eléggé tudunk egymással együttműködni, akkor szinte biztos, hogy nehezebben vagy egyáltalán nem fogják megérteni a tananyagot, és időpocsékolás az egész, hiszen kezdhetik előről délután a tanulást. Az is nagyon fontos, hogy bekapcsolt kamerával valahogy egy kicsit közelebb tudjuk hozni az egész közeget egymáshoz. Az én közegemet, amiben én jelen pillanatban vagyok, ugye otthonról tanítok, és az ő közegüket, ahol éppen vannak, azzal a helyzettel, azzal a háttérrel, azzal a
technikai eszköztárral, ami éppen rendelkezésre áll számukra. És a kamera bekapcsolása az egy elképesztően nehéz pont. Még nálunk is egyébként, ahol mindenki pontosan tudatában van annak, hogy jobb és egyszerűbb lenne az életünk. De különböző okok miatt nem kapcsolják be, holott azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy elsuhan egy kisgyerek a háttérben, vagy valakire rányítják az ajtót, vagy esetleg néha megzörren valami a háttérben, vagy nem pontosan olyan szépen, egyenesen és merőlegesen egymásra vannak rakva a könyvek a hátam mögötti polcon, attól még teljesen működőképes lehet az, hogy egymásra hangolódjunk. Ezt a bizalmi légkört kell valahogy megteremteni, és ezzel rengeteget kellett dolgoznom, még mindig nem vagyok a csúcson, tehát van hová fejlődni. Az is fontos, hogy elérjük, hogy ne akarjanak párhuzamosan valami mással foglalkozni azok a résztvevők, akik eljönnek egy online angolórára vagy egy tréningre, amit online adunk nekik. Attól függetlenül, hogy nálunk ugye közben nagyon sokan dolgoznak, miközben épp egy tréningen vesznek részt, és azt gondolják, hogy mellette párhuzamosan ezt teljesen jól lehet csinálni. Sokan ezért is nem kapcsolják be például a kamerát, ami ugye rákényszeríteni őket, hogy egy valamire fókuszáljanak. Nagyon fontos lenne az is, hogy el tudjam érni, hogy elvégezzék azokat az előre kiadott feladatokat, amelyekre építeni tudok. Ahogy tegnap Edith elmondta a prezentációjában, nem tartottak a Karolinában sem, a Karolina iskolában sem minden egyes órát online. Ugye voltak előzetes és utófeladatok is, és ez óriási jelentőségű, nem csak azért, mert nem kell valóban minden órát megtartani, hanem vannak olyan feladatok, amelyeket egyénileg is el tudnak végezni. Teljesen felesleges nekem, ha 5 csoportom van ugyanazon témában, vagy részben egymást átfedő témákban, hogy 5-ször előadjam az elméletet, és ezáltal azt az időt, ugye én az ő munkaidejükből, ti pedig az ő rendelkezésre álló gépidejükből elvesztek, hiszen lehet, hogy ezt meg lehetne csinálni máskor is, amikor jobb állapotban van, jobban rá van hangolódva, jobban hozzáfér, vagy mással össze tudja hangolni. Főleg ott, ahol mondjuk többen vannak egy gépre. Tehát számomra ugyanazok a nehézségek szintén megvoltak, és az is fontos volt számomra, hogy valahogy rávegyem őket, hogy a tréning utáni feladatokat elvégezzék. Ezek ugyanis azt adják nekik, hogy a már megtanult dolgokat, vagy a már prezentált dolgokat, vagy a már átbeszélt dolgokat, amelyeket az online térben megbeszéltünk egymással, ahol találkozunk, ezeket is egy kicsit begyakorolják, egy kicsit átgondolják, és a tréningek ilyen értelemben nem nagyon különböznek az iskolai oktatástól. Itt is valamit megpróbálunk elsajátítatni, és arról igenis további gondolatokat kell még előkészíteni, önreflexióra van szükség, átírni, leírni, átrendszerezni dolgokat, illetve begyakorolni a gyakorlatban. Tehát ezek számomra ugyanolyan fontosak voltak, mint ahogy az iskolában lehetnek. Ezt egyébként érzékelem, tehát ha most angolt tanítanék valahol, akkor ugyanazokkal a nehézségekkel néznék szembe, akár a közoktatásban is. Azt szeretném megkérdezni, hogy nektek hogyan sikerült mindezeket megoldani? Ezek nagyon komoly kérdések, valahol azt a motivációt keressük ezekkel az igényekkel, hogy azzal ott és akkor tudjanak foglalkozni, amit mi tudunk nekik, vagy mi kell, hogy nyújtsunk nekik. És ebben lehet, hogy sikeresebbek voltatok, mint én, lehet, hogy jobb tippjeitek, trükkjeitek voltak, az is lehet, hogy tudtok egymásnak inspirációt nyújtani ezzel kapcsolatban. Kíváncsian várom, hogy hogyan sikerült mindezekre rávennetek a diákjaitokat. Ugye hallottunk tegnap nagyon sok módszert, a szabaduló szobák elképesztően izgalmasak, amelyekről Edith beszélt tegnap.
Szerintem nálunk ugyanúgy működőképesek lehetnek. Angol órákon egyébként az egyik kolléganőm alkalmazza is. Szép összefüggő történeteket is lehet ezekre felhúzni. Van, aki szerint jól sikerült megoldani. A módszertanra is nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mik azok a módszerek, amik előbbre visznek. Mik azok a módszerek, amelyek elindítják azt a közös gondolkodást, amikor már mindkét fél, nem csak az, aki adni szeretne, hanem az is, aki fog kapni valamit, de lehet, hogy kapni szeretne, és el tud vinni magával valamit. Interaktív módon használtuk a Mentimétert is, a Kahootot. A Kahoot egyébként nagyon izgalmas. Mi is használtuk angol órákon. Motiváló és játékosítja a feladatok megoldását, illetve belevisz egy kis versengést is, ami hozza magával az izgalmat. Ugyanezeket egyébként a Mentimeternek a fejlettebb verziója szintén tud. Projekteket készítettünk, pontrendszer, és a szabadulószoba. Igen, a szabadulószoba abszolút kedvencem. A projektek mindenképpen érdekesek lehetnek ebből a szempontból, hiszen ezek maguk vonják be lépésről lépésre a diákokat abba, hogy ők maguk akarjanak elérni valamit, és beletegyék azt a pluszt, amire szükség van, anélkül, hogy bárki kényszerítené őket végül. Illetve a pontrendszer, ez is egy nagyon jó dolog, ezen már gondolkodtam, lehet, hogy nekünk is be kellene vezetnünk, vagy egy pontrendszerhez hasonló jutalmazási rendszert, ugyanis biztos vagyok benne, hogy ez hozzáad egy kicsit ahhoz az igyekezethez, amivel egyébként próbálnák elsajátítani a diákok a tananyagot. És a játékos feladatok. Bármilyen játék csodálatos erővel hat. És az az érdekes egyébként, hogy általában a játékosítással próbáljuk, tehát a játékosítást próbáljuk hangsúlyosan felhozni, hogy azzal lehet bevonni a diákokat, de én elkezdtem kísérletezni valami mással, mindjárt meg is mutatom, hogy mivel. Az én módszereim egy picit különböztek, nem csak azért, mert játékosításban ott és akkor nem voltam annyira otthon, abból kellett főznöm, ami éppen volt, és amiből tudtam főzni, az az volt, hogy bár attól függetlenül, hogy itt most nem gyerekekkel dolgoztam, hanem felnőttekkel, ugyanúgy egy valamire lehet fókuszálni, arra, hogy mindenki szereti, hogyha ráfigyelnek. És ez volt az én titkos fegyverem, hogy figyeltem. A tréningek elején megérkezem általában korábban. Na, ez a mai napon nem sikerült. Egy kicsit sajnálom is. Méghozzá bekapcsolt kamerával. És abban a pillanatban, ahogy megérkezik valaki, látom a nevét kiírva, név szerint üdvözlöm. Ha egyesével érkeznek meg a résztvevők, akkor még inkább felbátorítja őket arra, hogy ők is bekapcsolják a kamerát. Tehát már is el tud kezdődni egy beszélgetés. Amit általában én kezdeményezni szoktam, és kérdezgetem őket. Nálunk ugye nemzetközi háttérrel jönnek be a diákok, erről szoktam általában kérdezgetni őket, honnan jönnek, hogy érzik magukat, milyen ott az időjárás, ahol éppen vannak, vagy egyáltalán mi a kötődésük a témához. Bármi fontos lehet, ami ott és akkor abban a pillanatban megfog minket. Akár a háttérről, ami ott van a háttérben mögöttük, is lehet beszélgetni. Akkor is, hogyha egy ilyen mesterséges fotót raknak be háttérnek. Azt is hőmérőzni szoktam, hogy milyen állapotban vannak, ahogy érzitek magatokat itt és most. Ezt különböző módokon lehet kérdezni. Abban a pillanatban, hogy valaki úgy érzi, hogy megadhatja a véleményét, a gondolatát, az érzését bármivel kapcsolatban, már is fontosnak érzi magát, és már is egy hullámhozra tudunk kerülni. Ugye az én dolgom sokszor nehezebb, mint a tiétek, hiszen
ti állandó csoportokkal dolgoztok, ha egyszer megvan ez a hangulat, ha egyszer az elején sikerül ezt elhinteni, hogy itt mindig ilyen jó lesz a hangulat, és ennyire egymásra tudunk figyelni, akkor valószínűleg ez beépül nekik. Nekem 1-2-3 alkalmas tréningjeim vannak, itt azért minden egyes alkalommal neki kell állni, ezért is van ekkora gyakorlatom benne. Aztán amit még lehet csinálni, az, hogy megszavaztatom őket a házi feladatról. Eddig azt kérdeztem csak, hogy ki, melyik, konkrétan melyik házi feladatot készítette el, lehetett rá szavazni, és van egy olyan szavazási pont is, hogy nem csináltam meg, de meg fogom csinálni, és van egy olyan, hogy nem csináltam meg, és nem is fogom. Erre eddig egyszer mertek rákattintani, nem tudom, hogy a jó érzés mondatta el velük, de az biztos, hogy azt is kiszoktam hangsúlyozni, hogy ezt igazából saját maguknak ígérik meg. Aztán amit még lehet csinálni, az az, hogy amit Edith is tegnap kihangsúlyozott, a szabályok. El szoktam mondani az általánosan általunk elfogadott szabályokat, és szerződést kötünk úgy, hogy a Mentimeterben küldeni kell egy lájkot, ha egyet értenek, és dislike-ot, hogyha nem értenek egyet. Ez tulajdonképpen egyúttal az aláírásuk is abban a pillanatban, és egy kötődést hoz létre kettőnk között. Mármint a tréner és a hallgatósága között. Ezt már a tréningek elején nagyon-nagyon rövid idő alatt meg lehet csinálni. Tehát ennek az időbefektetése minimális, és ha ti hosszú távon dolgoztok osztályokkal, akkor természetesen nem kell minden egyes alkalommal mindent végigzongorázni. Ezekről a dolgokról érintőlegesen egy 1-2-3 perces megemlékezéssel is lehet szavazni, illetve beszélgetni egymással. És a tréning közben mit csinálok? Kommentálom és átfogalmazom a tananyagot a résztvevők szavaival. Azt szoktam általában csinálni, hogy kérdéseket teszek fel, amelyekre ők a saját tapasztalataikat behozzák. Ezeket általában úgy szoktam csinálni, hogy a kérdések azok előhívják azokat az előzetes információkat, amelyekre tudunk építeni, amelyek már ott vannak az előzetes tudásra, és amennyiben ez már kapcsolódik ahhoz, amit szeretnék megtanítani, akkor az ő saját szavaikat idézem be. Minden egyes bejövő szavazatot, vagy véleményt, amelyek akár írásban történnek, kihangosítok. Ez azt jelenti, hogy felolvasom szó szerint, és ha valamilyen módon kapcsolódik egy olyan témához, amire később ki akarunk térni, akkor mindenképpen kapcsolom ahhoz. Nagyon fontos, hogy nálam kérdezni bármikor lehet. A Mentimeterben is van egy olyan funkció, hogy bármikor be lehet írni a csetjébe, hogy ki, mikor, mit szeretne megtudni, illetve kommentálni is lehet, de magában például a Zoomban vagy a Teamsben is rendelkezésre áll a chat, és ebben a chatben bármit meg lehet jeleníteni. Ez általában teljesen önszabályozó módon történik, tehát nekünk nem kellett egyességet kötnünk, hiszen a cégnél vannak alapszabályok erre, de értelemszerűen gyerekeknél erre ki lehet térni, hogy azért akármennyire nem lehet elmenni az informális térbe. Illetve a résztvevők az elméleti tananyagot az óra előtti héten megkapják. Ez tulajdonképpen a fordított osztálytermi környezet, tehát az elméletet végig tudják zongorázni, kérdéseket is kapnak hozzá, és ott, amikor az órán elkezdünk vele foglalkozni, akkor ezekre az ismeretekre építve tulajdonképpen csoportokban feldolgozzák. Ez úgy történik, hogy például a múltkor tanítottam a kommunikációs stílusokat, az agresszív, passzív, passzív-agresszív és asszertív stílust, 4 csoportba kiküldtem őket breakout roomokba, és össze kellett szedniük a jellemzőiket kérdések alapján, majd a többieknek megosztottuk a képernyőt, és el kellett mondaniuk. Ilyenkor értelemszerűen megint csak lehet kommentálni, és kapcsolni ahhoz a tananyaghoz, illetve azokhoz a továbbívő feladatokhoz, gyakorlatokhoz, amelyeket a későbbiek során végzünk el. Tehát az elmélet az egy feldolgozott módszertannal történik. A résztvevők által feldolgozott módszertannal. Itt én ilyenkor inkább facilitátorként működöm közre, és a legfőbb feladatom az, hogy figyeljek.
És ezzel motiválom őket arra, hogy egyre közelebb kerülve egymáshoz, a breakout roomokban például beszokták kapcsolni a kamerát, és amikor visszajönnek, látszik, hogy már nem feltétlenül akarják kikapcsolni. Ott valahogy még jobban tudnak legalább egymáshoz kötődni, és ez kihat az egész hangulatra. Aztán a tréningek végén, amit lehet csinálni, minden feladat után, ez a tréning közben is történik, minden feladat után csinálok egy gyűjtést, egy olyasmi gyűjtést, mint amit láttatok itt az elején, amikor a hangulatotokról kérdeztelek titeket, mit tanultam ebből a feladatból. És korábban azt hittem, hogy ez egy teljesen felesleges dolog, mert ugyanazt fogják ismételgetni, de nem. Mindenki mást jegyez meg belőle, más aspektusokat hoz be, és ezeket ugyanúgy kihangosítva fel szoktam olvasni, mint ahogy az összes többi hozzászólást és kommentet. És ezeknél a gyűjtéseknél, majd a Zoomban, hogyha van kedvetek hozzá ezután, és ellátogattok a Zoomban, megmutatom, egy kis szívecskével szoktam jutalmazni minden egyes hozzászólást, főleg azokat a pontokat kiemelve, amelyek új aspektust hoztak be az előzőekben elhangzottakhoz képest. És minden óra végén is végzünk egy gyűjtést. Mi az, amit elviszek magammal innen, itt és most mit tanultam tulajdonképpen, ezeknek hihetetlen nagy erejük van, ugyanis reálisnak kell lennünk. Én a saját tréningjeimen azt vettem észre, hogy egy-egy tőmondatban, egy-egy viszonylag rövid, de hatásos, akár az ő saját szavaikkal megfogalmazott mondatban tudnak olyant elvinni, olyan gondolatokat, amelyek aztán elkísérik őket nagyon hosszan. És mivel úgy szoktam megfogalmaztatni velük, hogy én ezt viszem el magammal, már is sokkal jobban tudnak kötődni a tananyaghoz ők maguk. Az még nagyon fontos, és ezt a coachingból vettem át, hogy minden óra végén csinálunk egy olyan gyűjtést is, hogy mi az az első lépés, amit a tanultak hasznosítására meg tudunk tenni. Ezt szintén úgy szoktam bevinni, hogy én a következő első lépést fogom megtenni holnap, vagy hétfőn. Egy konkrét időpontot is szoktam ehhez adni, ugyanis minél hamarabb kezdik el. Egy nagyon egyszerű, egy első lépés. Oda megyek hozzá és megkérdezem. Segítséget kérek XY-tól. Ezek nagyon fontos mondatok, hiszen ezeket maguknak ígérik meg, és sokkal inkább előre viszik azt az igényt, ami nálunk itt az EPAM-nál mindig is jelen volt az oktatásban, hogy a gyakorlatban próbáljuk hasznosítani azokat az ismereteket, amelyeket egyébként az órákon, a tréningeken megtanítunk a diákoknak, illetve a résztvevőknek, hiszen az, amit nem kezdenek el használni rögtön, az hát alvó tudásnak mondanám első körben, de egy idő után halott tudássá válik. Tehát tulajdonképpen a tréningek elején, közben és végén is folyamatosan figyelemmel kísérem őket, és ehhez nagy segítség a Mentimeter, ezt mindenkinek ajánlanám, de ugyanúgy a Teams-ben is egyébként vissza lehet jelezni, a chatben működnek szinte ugyanazok a funkciók, és azt meg is tudom nektek majd mutatni, magában a channelben, tehát a Microsoft Teams channelokban is, amikor a résztvevőket felvisszük oda, tökéletesen lehet kommunikálni magáról a tananyagról, feltölteni információkat, kérdéseket feltenni, bemutatni nekik, hogy miről volt szó, és arra inspirálni őket, hogy további fejlődési célokat tűzzenek ki maguk elé. Nagyon remélem, hogy sikerült egy kicsit hozzátennem az eddigi tapasztalataitokhoz, egy picit más szemszögből, de azt gondolom, hogy rengeteg a közös abban, amit mi itt csinálunk, és amit ti csináltok. Ez is tanítás, az is tanítás, emberi kapcsolódások, és azt gondolom, hogy ha ebből akár csak egyetlen egy mondatot visztek el, és azt tudjátok használni és hasznosítani az óráitokon, már motiválóbb és inspirálóbb oktatást tudtok biztosítani. Az online térben is, ami egyébként nem annyira különbözik a tantermi tértől. És ehhez akkor meg is mutatom példaként, ha vannak kérdéseitek, azokra is nagyon szívesen válaszolok,
de úgy látom, hogy már csak 8 percünk van. Akkor viszont azt mondanám, hogy a kérdésekre úgy tudok válaszolni, hogy az általam elküldött e-mailben a Zoom-ba becsatlakoztok ezután a workshop után, és most két kérdést szeretnék még feltenni nektek, mert ez sokkal fontosabb, erre nem lesz máskor lehetőség. Ti mit visztek el magatokkal erről a mai előadásról? Ezt kérném szépen, hogy a Mentimeterben fogalmazzátok meg magatoknak. És lehet ez itt akár a formátummal kapcsolatos, akár egy gondolattal, akár a Mentimeterrel, akár magával a témával kapcsolatos. Az óravégi gyűjtések. Megmondom őszintén, hogy amióta ezeket alkalmazom, azóta sokkal-sokkal hálásabb a diák közönség, és több motivációt érzek bennük, mert tudják, hogy minden egyes alkalommal le tudják írni saját maguknak, hogy mi volt ennek az egésznek a haszna. Amikor általános iskolás voltam, akkor nagyon sokszor feltettük a tanároknak a kérdést, hogy na de ennek mi értelme van. Viszont, hogyha megfordítjuk az irányt, és megkérdezzük tőlük, hogy szerintük ezt fel fogják-e tudni használni, és gyűjtsenek valamilyen ötleteket arra, hogy hogyan, lehet, hogy sokkal motiválóbb lesz számukra, és messzebbre viszi őket a tanulásukon, tanulási útjukon. Én ma a tréningek közbeni visszajelzések ötleteit viszem magammal. Ez nagyon fontos, hogy jöjjenek visszajelzések. Azt vettem észre a tantermi környezetben is egyébként. Ott is próbáltam újra és újra feltenni ezeket a kérdéseket. Viszont aki egy kicsit visszahúzódóbb, lehet, hogy írásban, és azok számára, akik egyébként írásban hajlamosabbak inkább kifejezni magukat, vagy kicsit introvertáltabbak, elképesztően nagy élmény, hogy ki tudják fejezni a gondolataikat, ott van, és mindenki számára láthatóan ott van. Sokszor magvasabb és hosszabb gondolatokat kapok azoktól, akik egyébként meg se szólalnának, mert hogy ismerem őket amúgy a tréningeken is. És hogy érdemes várni. Jaj, hát ezt nagyon köszönöm. És elnézést kérek itt az óra, illetve a workshop elejé kis malőrért, De valami miatt nagyon visszhangzott, most is egyébként hallom, hogy betélek másfél perccel korábbról itt a fejhallgatómban. Nagyon szépen köszönöm, és azt szeretném kérdezni tőletek, ez lesz az utolsó kérdés, amit amúgy a diákjaimnak is mindig utolsónak hagyok. Egyúttal sok sikert kívánva az online tanításhoz, hogy gondoljátok át, és akár egy ilyen kis cédulára írjátok le magatoknak, hogy mi lesz az az első lépés, amiben változtattok, bármit, és ezt magatoknak írjátok. Akár már holnaptól, vagy hogyha nem holnap kezdtek el tanítani, az első online órátoktól kezdődően. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy tényleg érdemes volt várni. Mindenkit várok sok szeretettel, akit érdekelne esetleg a Zoom használata a másik oldalról, úgy, hogy résztvevőként nézi meg, hogy nyugodtan csatlakozzatok be azon a linken, amit e-mailben küldtem el nektek, egy negyed órával körülbelül a workshop előtt. Remélem, hogy tudok olyat mutatni, ami mindenki számára, aki részt vesz ezen, hasznos. Köszönöm szépen a figyelmet!